Sziasztok! A mai nap egy olyan Roblox játékot hoztam el nektek, amit az elmúlt hónapok alatt többen is ajánlottatok, hogy próbáljam ki. Ez pedig a Bad Dog, azaz a rossz kutya. Hát nem tudom, hogy ezt mire véljem. Minden esetre valószínűleg ez a szörgombóc lesz az a rossz kutya, akivel majd meg kell küzdenünk ebben a Roblox Story játékban. És szerintem ez a kutyus nagyon-nagyon hasonlít arra a mobilos applikációra. Tudjátok, ahol egy kutyát kellett piszkálni, illetve idegesíteni. Nem tudom egyébként, hogy annak mi a neve, mert én sose játszottam vele, de nekem amúgy nagyon-nagyon hasonlít rá. Na de akkor kezdjünk bele a játékba, becsatlakozok egy lobbyba, és akkor megnézzük, hogy miről szól ez a rossz kutyás játék. Viszont még mielőtt beleugranánk ebbe a rossz kutyás kalandba, szeretném arra felhívni a figyelmeteket, hogy most szombaton tudunk találkozni Budapesten, a Lourdes moziban, ugyanis Budapesten a videós találkozóval, most a Lourdes moziban fogjuk megtartani a rendezvényt, ahol egyébként egy egyedi műsorral is készülünk, amit csak itt Budapesten láthattok majd. Ezen kívül tudunk még találkozni Szombathelyen, augusztus 4-én, Szekszárdon, augusztus 17-én, és Debrecenben is el fogunk látogatni szeptember 21-én. Minden fontos információt meg fogtok találni a videóstalálkozó.hu oldalon, azt is egyébként, hogy melyik rendezvényen, melyik videósokkal tudtok találkozni, például most szombaton, ahogy láthatjátok, egy eléggé erős, ütős csapat lesz ott, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel a videóstalálkozón, illetve most a budapestin és a nyári rendezvényeken be tudjátok szerezni a nyári limitált mintámat is, ugye ezt a strandos mintát. Szóval, ha szeretnétek beszerezni Doggy Andis cuccokat, akkor a rendezvényen is van rá lehetőségetek, illetve természetesen a webshopomból is meg tudjátok rendelni a videosbolt.hu/Doggy Andi oldalról. Na de akkor nézzük is ezt a sztori játékot. Na hát elméletileg heten leszünk ebben a játékban, már most megtippelhetitek, hogy vajon egyedül fogok-e maradni a végére, általában ez így szokott lenni. És ha jól látom, akkor most valakinek a házába vagyunk. Itt van Tomi és az anyukája. Sziasztok, srácok! Üdvözöllek titeket a házomban, mondja nekünk Tomi. Szia, Tomi! Ő pedig az én anyukám. Örülök, hogy megismerhettem a kedves anyukádat. Sziasztok, gyerekek! Örülök, hogy megismerhettelek titeket. Jó, ő is bemutatkozott, mindenki mindenkivel lepacsizik. És menjetek, nyugodtan nézzetek körbe, érezzétek otthon magatokat. Aha. Itt látok egyébként egy ajtót, gondolom ide majd egy kulcsot kellene szereznünk, viszont vannak itt érmék, úgyhogy első körben én ezeket szeretném összegyűjtögetni, illetve jól kellene memorizálnunk a házat, mert nagyon sokszor ugye ilyen sztori játékoknál az szokott lenni, hogy valamit meg kell keresni a végén, mondjuk egy telefont vagy ilyesmit, és 3 másodpercen van még itt körbenézni, hát úgy látszik oda kintre nem lehet sajnos kimenni. Srácok! Mondja Tomi, mi történt? Valami baj van? Jó, most megyünk ki a hátsó kertbe, és ameddig sötét nem lesz, addig játszhatunk kint. Nekem az a kulcs kellene, le akarok menni oda a pincébe. Mondja Lulu, hogy akkor menjünk ki, és tudunk focizni. Muszáj focizni? Figyelj, én bejövök ide a kutyaházba, jó? Nekem itt jó lesz, el vagyok. Összegömbölyödök, mint egy kis kutya. Te egyébként elől? Á, oda nem lehet előre menni, pedig megnéztem volna. LOL, itt volt a kulcs. Hát valaki úgy látszik itt már egy kicsit jobban vágja, hogy mi hol található. De örülök, hogy most legalább láttam. Az szép csúszdázás volt. Eskü megtanultam gyerekkoromban csúszdázni, nem így szoktam a való életbe. Amúgy ez mennyire vicces lenne, hogyha valaki csinálna egy ilyen videót, nem? De nem hagyom szegényt egyedül libikókázni, jövök én is. Micsoda játék van. Srácok, van egy ötletem. Na mi az az ötlet, Tomi, mondjad? Játszunk a kutyás applikációval, mondtam én, de azt mondja, hogy tényleg nem tudom, hogy ennek a kutyusnak mi a neve. Gyertek, jó móka lesz. Na játszunk akkor ezzel a kutyás applikációval. Á, ez az, igen, erről beszéltem, és ez az a játék, amiről mindenki beszél. Kérdezzetek tőle kérdéseket. Idegesítsük a kutyát? Kutya, igazi vagy? Az a fej nekem, igen. Azt mondja, hogy igazi. Kutya, barátok vagyunk? Nem. Nem játszunk veled, jó? Kutya, mennyi 9 meg 10? És ránk morgott. Vagy igen, vagy nem kérdés lehet neki csak feltenni. Oké, kutya, tudsz vezetni? Miért tudna egy kutya vezetni? Ugatott egy nagyot nekünk. Kutya, szeretsz engem? Szerintem erre is az lesz a válasz, hogy nem. Gondoltam. Eléggé flegma ez a kutya. Kutya, tudsz trükköket csinálni? Nem. Hát csak annyit tud, hogy ül ott a fotelbe. Kutya, te tényleg gonosz vagy? Igen. Mi a fele történik a telefonommal? Most ki fog glitchelni nekünk a kutyus? Lehet, hogy a kutya meghekkelte a telefonodat. Tuti, ez történt. Jaj, tényleg emlékszem, hogy volt ebből egy ilyen macskás verzió is, és egy időben azt mondták, hogy ez megfigyeli a gyerekeket. Te bolond vagy, ez csak egy játék. Gyertek be, gyerekek. Készítettem mindenki számára vacsorát. Remélem, hogy halljuk, hogy nem. Na, menjünk be.
És akkor remélhetőleg körbe tudunk nézni. Mindenki vegyen egy kis pizzát! Végig tapicskolok a pizzán! Pizza! Ez az! Én ezt még lehet, hogy most nem enném meg. Viszont megnézem, hogy mi van ide lent, ha már ki lett nyitva ez az ajtó. Ó, wow! Van itt egy szép. De ez hogy lehet vajon kinyitni? Valahol van hozzá egy kód? Pedig amúgy ez biztos, hogy hasznos tudna lenni, ha ezt ki tudnánk nyitni. Lejöttem már egyből ide rosszalkodni. Kezd elég későre járni, srácok. Íj, anya, elküld minket. Pizsi osztás van. Itt az idő, hogy lefeküdjetek aludni. De én nem akarok. Oké, anya. Láttatok már ennyi gyereket, aki egyszerre igent mond erre? És akkor mindenki itt alszik. Imádom egyébként, hogy a Robloxba, ezekben a sztori játékokban mindig úgy vannak megoldva a gyerekek szobái, hogy ilyen 600 darab emeletes ágy van egy szobába. Minden családi házban van egy ilyen táborozhatós szoba is. Aludjatok jól, és ne hagyjátok, hogy az ágyi poloska megharapjon. Milyen helyre jöttem én, hogy ágyi poloskák vannak itt? Mondom én, hogy ez valami rossz tábor. 30 perccel később. Nem tudok aludni. Srácok, még ébren vagytok? Hát, hogy ne lennénk, Tomi, ébren. Anyád elküldött minket aludni, aztán izé. Senki se tud még ilyen korán aludni. Igen, mind ébren vagyunk. Azért legalább este 10-ig vagy éjfélig ébren leszünk. Srácok, látjátok, hogy mi van a telefonommal? Mi a fene történik? Egy kutyát hallottam? Megjelent a kutya nálunk. Srácok, mi történik? LOL. Mi történik? Mi? Beleszállok a telefonba? Miért szállok bele a telefonba? Ez valami rossz álom. Tudja, hogy ez csak valami rossz álom. Micsoda, a Ben házában vagyunk? Ben! Tényleg Ben a neve ennek a kutyának. De amúgy ez tök menő. A telefonon belülre kerültünk. Ez nagyon menő. Akkor bármilyen applikációba is belekerülhetünk, amire van töltve a telefonjára? Hey, kutya! Ott egy kutya. El sem hiszem, ez tényleg kutya! Ide ülök az ölébe, kutya! Szeretnék karácsonyra magamnak valami szépet! Ez nem jó, srácok, én haza szeretnék menni. Miért akarsz hazamenni? Dehogy haver, maradjunk itt még egy kicsit. Itt még anyukád sincs, hogy utasítgasson minket. Milyen kedves ők, átmegyek valakihez vendégségbe, és az anyukáját szidom. Ugye, kutya? Áj, de aranyos! Egyen meg, ezeket se lehet kinyitogatni. Micsoda? Ez nem néz ki jónak. Itt meg mi történik? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi a fene történik itt. Ó, ide is kell egy kulcs, nézzétek csak. Kicsit mérges lett a kutyus, én úgy érzem. Én a kulcsot szeretném megtalálni, nem lehet valamelyik képet elforgatni? Általában ott szoktak még ilyenek lenni. Ló, hogy felteleportált oda? Ide, hogyha lejövök? Mindjárt megnézzük. Á, nézzétek csak. Ne, ide is egy kulcs kell. És jön utánam a kuty. Hagyjál békén, kuty! Á! Nem jó! Ne ugass! Ne! Pizza! Tudtam, hogy ezt a pizzát érdemes lesz megtartanom későbbre. Mosógépben nincsen véletlenül? Valaki nem mosta ki a kulcsot? Á! De miért rám teleportál mindig? Jó, túléltük. És ez a tipikus creepy Roblox zene megszólalt. Elment, eltűnt. Most már biztonságban vagyunk. Na jó, de hol van a kulcs? Valahogy ki kell innen jutnunk, srácok. Van lent egy ajtó, de valamiért be van zárva lent a pince. Keressük meg a kulcsot, és azzal ki tudjuk nyitni. Egyébként ide is kellene nekünk egy kulcs. Azt is jó lenne megtalálni. Akkor gondolom most az a feladat, hogy megszökjünk a kutyának, a gonosz kutyának a házából. Jó lenne amúgy megtalálni, de nem tudom, hogy hol kellene keresni. Mondjuk egy idő után valószínűleg mutatni fogja a játék, hogy hol van a kulcs. Á, itt az egyik kulcs. Viszont ez nem az a kulcs, ami ide kell. Ugye most ezt kellene kinyitnunk. Nekem meg az emeleti kulcs van meg. Nálad van a kulcs? Vagy most mindenki próbálja megkeresni? Szerintem nála sincsen amúgy. Na jó, akkor viszont én fönt azt az ajtót kinyitom. Mert arra viszont kíváncsi vagyok, hogy az ott mit tud. Hát, ha találunk valami menő cuccot ott. Itt volt, aha. És itt a kulcs, itt a kulcs. Na király, akkor csak kilogikáztuk, hogy mit kellett itt csinálni. Mondjuk érdekes, hogy azt mondta, hogy a lenti kulcsot kell megkeresni, és először a fenti ajtót kellett hozzá kinyitni. Na meg is vagyunk, kinyitottam. Ezt a problémát is megoldottam. Szép munka, srácok! Tűnjünk el a házából. Hol a fenében vagyunk? Érdekes kis pince, igen. Nem gyakran jönnék le ide mondjuk lehozni a befőtteket, tehát hogy azért ide visszamenni. Nem tudom, hogy szoktak. Ha úgy néz ki, hogy ez egy kijárat innen, viszont érdemes nagyon a lábunk alá nézni, mert ahogy láttam itt,
néhol hiányosok ezek a lépcsők. Gyertek, srácok, kövessetek engem! Téged kövessünk, hát én már jóval előrébb vagyok, Tomikám. Nagyon remélem egyébként, hogy erre kell majd jönni. Mert ha nem, akkor viszont nagy bajban vagyok, hogy nem követtem Tomit. De szerintem egyébként erre jön. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. És látok itt egy ásót. Ezt magamtól tudom venni, vagy nem? Majd mindjárt kiderül, de látom már, hogy vannak itt baseball ütők. Meg van itt még egy szív. Meg még egy kulcs. Azt a minden itt, még egy izé is van, csontváz. Valaki feladta bennel a harcot. Egy kis kaja nem ártana. Jól tudna esni. Igen, itt van rengeteg baseball üzítő. Vegyétek magatokhoz, hát ha még később szükség lesz rá. Nem tudom egyébként miért minden játékban baseball ütővel kell ütögetnünk. Jó, van itt még egy ajtó. És ez ki van nyitva. Á, nézzük meg. Itt kellene leesnem? Nem néz ki jónak, ott látok valami zöld trutyit, szóval abba a tutira nem kellene beleesnünk. Éling zöld csatorna. Miért van mindig ilyen zöld bugyborékoló cucc a csatorna rendszerekben? Lejutottunk a csatornákba. Szerintem csak innen tudunk kijutni. Ez az egyetlen egy kijárat. Ó, igen, az elengedhetetlen parkör. Kedvencem. És ezek hogy működnek? Bármelyikre ráugolhatok, vagy valamelyik majd össze fog alattunk esni. Mozognak. Remélem nem mozognak. Akkor viszont bajba vagyok. Valaki már meghalt, hallom. Olyan jó lenne egyébként ilyenkor, hogyha nem az arcomba ugrálnának mások. Baromi idegesítő tud lenni. Ilyenkor inkább egy kicsit lemaradok, mert tényleg nem a legjobb, amikor másnak az arcát meg a karakterét látom. Mondjuk így nem kell vele foglalkoznom. És szerintem most jött el az a pillanat, amikor egyedül maradtam a játékban. Ó, hát ez egyszerű volt. Addig összetom itt szépen gyűjtögetni a coinokat. Mondjuk ezt legalább jól megoldották. Mert a legtöbb ilyen alkalomnál, hogyha hamarabb befejezed, akkor csak várnod kell. Főleg, hogy a többiek igen, mint kihullottak. Jó, mondjuk egyébként, aki tabletről meg mobilról játszik, annak biztos sokkal nehezebb az irányítás. Számítógépen szerintem azért jóval egyszerűbbek. Hú, ez közel volt. Viszont olyan, mint hogyha zsákutcába kerültünk volna. Hú, most fog jönni Ben. Meg kell vele küzdenünk? Aha, mit gondoltuk, srácok, hova akartok menni? Hát, szeretnék hazamenni, ki a telefonból. Azt hittem, hogy a barátaim akartok lenni. Szegény, én a barátod leszek. Csak ne világítson ilyen pirosan a szemed. Maradjatok velem örökre, örökre! Haha! Na, most már végre tudsz beszélni? Hát látod, Tomi megtanult. Au! Le kell győzni a gonosz kutyát. Na, sárga lesz a lötyi? Nem, ezt a zöldet fogja nekünk itt fölemelni. De 750 HP-ja van nekem, meg fél életem. Gondolom, most lehet akkor majd ütni. Nem. Á, kicsit kell ütni. Kis bent. De legalább Tomi besegít nekem. Olyaj! Nem jó! Tomi, veled meg mi lesz? Felemelted ott a kiskutyát? Vagy neki nem lesz baja? Tominak nem lesz baja. Tomi kibírja az ilyen dolgokat. És akkor mikor lehet ütni bent? Vagy ilyenkor is lehetne őt ütni? Nem sebződött. Gyerünk! Most kell ütni, amikor így csillagokat lát. Csak hát ki tudja, hogy mi lesz a következő támadása, egy kicsit félek. Ha most felállt. És mennyit sikerült rásebeznünk? Van megint egy ilyen kis kutya. Mert szerencsére olyan sokat nem sebez rám, hogyha véletlenül eltalál. Nem jó. Gyerünk, Tomi, üss rá! Micsoda szerencsé, hogy pont rászaladtam egy ilyen obszidián tömbre, vagy nem tudom ez micsoda. Imádom ezeket a boss arénákat. Tomi, az izé, ott el van, figyeld. Az a fej. Tomikám, segítsél már egy kicsit. Mert köldökön pöckölöm ezt a kutyát rendesen. Imádom ezt a zenét közben. Hua! Úgy érzem magamat, mint hogyha valami viking lennék. Hua! Vagy nem tudom amúgy, valami lovagi tornán. Hua! Megküzdök egy ősi civilizációval, bennel a kutyával. Hua! Ah, most megint ez? Ne! Júj, úristen, ez kevesen múlott. Tomi ott direkt elblokkolta az utat. Szerintem Tomi Ben kezére játszik, vagy Ben mancsára, mondhatjuk így is. Kik kutya? Azt majd Tomi elintézi, én azzal nem is akarok amúgy foglalkozni. Jó, oké, megint lehet a nagyot ütni. Ja, de ilyenkor azért idegesítő, hogy ott van a kicsi. Mert hogy védeni a nagyot. Megint egy ilyen kicsit elspónolt. 39 HP-n van. Nagyon-nagyon nem szeretném újra kezdeni ezt a játékot, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog, mert ilyenkor azért tök idegesítő, amikor a boss harcnál halok meg. Gyerünk, Tomi, püföld el a kis kutyát! Most megint lehet ütni a nagyot. Szerintem meg lesz, 30-10! Megvan!
Megvan, megvan, már csak ezt a kis izét kéne, vakarcsot. Hú, kevés az energiám, de szerintem megvagyunk. Ne! Szívem is dobog. Sajnálom, csak annyira magányos voltam. Szegény kutyus. Rendesen megsajnállak. Azok a kutyus szemek. Amikor meghallottam, hogy itt akartok engem hagyni, akkor mérges lettem. Nagyon sajnálom. Akkor ő nem is gonosz igazából, csak barátokra vágyik. Mint minden kutyus. Semmi gond. Megbocsájtunk neked, azt hiszem. Bár egyébként az arca az továbbra is nagyon gonosz. Van is egy ötletem. Na mi az az ötlet? Kíváncsi vagyok, Tomi, mit talált ki? Mit gondolsz arról, hogy visszajössz hozzánk abba a világba, és akkor lehetnél a kutyusom? Tényleg? De jó! Te volt egy kutyaházuk is, gondolom akkor az már elő lett készítve. Vigyük magunkkal! Egyértelmű! Ha kutyusról van szó, akkor elviszük magunkkal. Ha tényleg csak azért volt ránk mérges, mert barátokat szeretne, akkor ez lesz mindenki számára a legjobb. Nekünk lesz egy kutyusunk, Ben pedig nem lesz magányos. Oké, kutya, gyere velünk vissza. Megengedjük, hogy velünk tartsák. Köszönöm. Ki juttatlak titeket innen, srácok. Köszi szépen, Ben. Ú, de meggyújt a lábam. Hazaértünk. És ott van a telefon. És akkor onnan el fog tűnni a kutya? Erre kíváncsi vagyok amúgy. Ott van a kutya olva. És itt van a kutya is. Alig fér be, szegény. Ez volt a good ending. Hát, akkor úgy látszik, végigjátszottuk ezt a játékot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen az ajánlást. Ha jól érezted magad, kérlek, dobj rá a videóra egy lájkot. Andi voltam, sziasztok!